Mi jut eszedbe, ha meghallod ezt? EA Sports. It's in the game. És ha ezt? EA Games. Challenge everything. Gondolom az, hogy mennyire nem szereted ezt a céget. Talán meg tudod mondani, mit nem bírsz bennük, talán csak mész a falka után és utálod, azért, mert mindenki utálja. Ha így lenne, akkor segít egy kicsit felfrissíteni. Valószínűleg bajod van az, hogy nem adják ki egészben a játékot, hanem feldarabolják és DLC-ként kell megvened őket, vagy idegesítenek a pay-to-win lootboxok, de az is lehet, hogy a kedvenc játékaidat fejlesztő stúdiót vásárolták fel valamikor, aztán bezárták csak azért, hogy utána valami közepesen szar utánérzést adjanak ki a sorozatban. És igazából bármelyik is zavar, valójában igazad van. De hogy jutottunk ide? Hogy válhatott valaha iparági vezetővé ez a cég? Sziasztok, én Dali vagyok, és ez itt a Lead. Ma pedig az EA történetét fogjuk végignézni a kezdetektől napjainkig, hogy megválaszoljuk a kérdést, volt-e valaha jó az EA? Ha szeretnéd tovább nézni a videót, vásárold meg a Lead Hungary YouTube videó DLC-t most csak 5,99 dollárért. Az EA sztoriát érdemes az alapító William Tripp Hawkinsnál kezdeni. Tripp Hawkins gyerekkora óta rajongott a sporttársas játékokért, és tudta, hogy a játékok jövője egyértelműen a számítógépekben lesz. Miután végzett a Harvardon, úgy jósolta, még kell egy pár év, hogy érdemes legyen a számítógépes játékokkal foglalkozni, úgyhogy addig is elment egy kisebb technológiai céghez, az Apple-höz dolgozni. Bizony, az EA alapítója annak idején az Apple első 50 alkalmazottja között volt. Köztudott tény, hogy a cég eleinte jó részt a részvényeiben fizetett az alkalmazottainak, aztán amikor végül kiléptek a tőzsdére, Tripp meg is ragadta a lehetőséget. 1982-ben felmondott az Apple-nél, eladta a részvényeit, és ebből az összegből elhatározta, hogy végre megalapítja a hőn áhított videójáték fejlesztő cégét, az Amazing Software-t. Aztán rájött, hogy ez a név mégsem stimmel annyira, úgyhogy átnevezte Electronic Arts-ra. És a névnek bizony jelentése is volt, ugyanis tükrözte Tripp filozófiáját a játékokkal kapcsolatban. Művészetnek tekintette a játékokat és művészeknek az azokat fejlesztőket. Épp ezért az üzleti stratégiához sokat nézett utána, hogy hogyan működnek más olyan szórakoztatóipari cégek, akik művészettel foglalkoznak, konkrétan a zeneipar vagy a filmipar. És amúgy, ha ránézünk ezekre a borítókra, amik az első néhány játékhoz készültek, egyértelmű az inspiráció. A borítók is átgondolt, stílusos alkotások, amiről amúgy, ha nem tudnád, hogy egy játékhoz tartoznak, simán hihetnéd, hogy valami zenei album borítói. A másik fontos hozadéka még ennek a hozzáállás, hogy más stúdiókkal ellentétben Tripp a fejlesztők nevét is mindig oda akarta írni a borítóra, hogy a vásárlók összeköthessék a jó játékokat azok fejlesztőivel. A filmiparral való hasonlóság pedig megjelenik abban, hogy mit csinált és mit nem csinált a cég. A játékötleteket ugyanis nem egy belső kreatív csapat brainstormingolta ki, hanem mindenféle külső szabadúszótól fogadtak be játékötleteket, és amik a legjobbnak tűntek, azokat megvalósították, szintén szabadúszókkal. Ebből a szempontból pedig jobban hasonlítottak egy filmstúdióhoz, mint az összes többi akkori játékfejlesztő cég, akik inkább a játékiparból, mint fizikai és elektronikus játékiparból merítették a cég modelljeiket. Ennek köszönhetően az Electronic Arts nagyon nyereséges tudott lenni, de volt még egy trükkük, aminek köszönhetően igazán nagyra tudtak nőni. Mégpedig, hogy rájöttek, hogy az összes többi cég rengeteg profitot veszít azon, hogy más cégeken, disztribútorokon keresztül juttatják el a játékaikat a boltokba. Az EA közvetlenül a boltláncokkal kötött megállapodásokat a játékok árusításáról, így a disztribúciós profit is náluk tudott maradni. Ezen pedig spóroltak annyit, hogy rengeteg platformon meg tudták jelentetni a játékaikat. Annak idején ugyebár még nem csak optimalizálni kellett az adott konzolra a játékot, hanem ezek az esetek többségében egyedi formatervezésű kazettákat használtak, így a több platformos megjelenések jó adag extra kiadást is vontak magukkal, viszont természetesen a szélesebb körű elérhetőségnek köszönhetően nagyobb profitot is jelentettek. És bizony volt még egy nagyon nagy húzásuk, ami garantálta nekik, hogy a piac élén tudjanak maradni. One-on-one Dr. J vs. Larry Bird. Bizony, ez ránézésre egy standard kosaras játék, egy térfélen sima kis 1v1. Jegyezzük meg, hogy 1983-as a játék, azért néz ki úgy, ahogy. És ezt a játékot kiadhatták volna bármilyen néven. Basketball one-on-one, basket challenge, de nem. Ők a kor két legnagyobb kosarasát, Michael Jordant és Larry Birdet idézték meg, mind névben, mind két másban. És Tripp Hawkins ragaszkodott ehhez. A 90-es években meggyőzte John Madden legendás NFL edzőt, hogy adja a nevét az amerikai focis játékot.
játékukhoz. A Madden NFL pedig mind a mai napig az egyik legsikeresebb sorozatuk. Az EA sportjáték ágazata annyira sikeres volt, hogy 1991-ben külön is váltak EA Sports néven, és kifejezetten az volt a céljuk, hogy minél több valós sportoló csapat, illetve sportszövetség támogatását megszerezzék. Ezek közé tartozott természetesen a FIFA, az NFL, az NBA és még sokan mások. A sportjátékok terén pedig simán megtehették azt, hogy valójában évről évre keveset változtak a játékok. Persze, ha összehasonlítjuk az első FIFA játékot 1994-ből, mondjuk a 10 évvel későbbi FIFA 06-tal, akkor érzünk különbséget, ugyanígy ha FIFA 06 után előreugrunk a most megjelent FIFA 21-hez, viszont ha egyesével haladunk előre a játékok között, akkor bizony minden évben csak egy kis újítással találkozunk, pedig minden évben elkérték a teljes árat érte. Jegyezzük meg viszont azt a fontos fordulatot, hogy bár valóban Trip Hawkins volt az, aki szorgalmazta a sportjátékok készítését, hiszen emlékeztek az egész sztori azzal indult, hogy szerette a sportközpontú társasjátékokat, mégsem ő volt az, aki ezt az időszakot felügyelte. Hawkins ugyanis 1991-ben alapított egy új céget, amivel többet foglalkozott, a 3DO-t, ami egy bukott konzol és sorozatos bukott játékok után 2005-ben húzta le a rolót. De ahhoz, hogy megértsük, miért is utálják annyira az EA-t, sorra kell vennünk a kritikákat róluk. Kezdjük a stúdió felvásárlásokkal. A cég abszolút virágzásnak indult, és a videójáték piac növekedésével együtt tudtak ők is egyre nagyobbra nőni. Egy problémájuk volt csak. Az első években még működött a szabadúszó fejlesztők megbízása, ám idővel elkezdtek elmaradni a határidőktől, vagy nem mindig olyan terméket szállítottak, amiben megegyeztek. Ezért a vezetőség elkezdett azzal kísérletezni, hogy mégis átálljanak a házon belüli fejlesztésre. Ebben a modellben is volt néhány sikeres játék, például a Skate or Die, de alapvetően rájöttek, hogy nem ez lesz a helyes út. Így jutottak el végül arra a modellre, amit már mind jól ismerünk, és ami részben okozta az első törést a cég imidzsén. Ahelyett, hogy saját alkotókat neveltek volna ki, inkább felvásároltak olyan stúdiókat, amik már amúgy is sikeresek voltak. Ezek közül érdemes kiemelni a már sokat emlegetett Peter Molyneux cégét, a Bullfrogot. Az EA volt ugyanis az a cég, aki felkarolta az eleinte nagyon nehezen értelmezhető Populous című játékot, ami Molyneux első nagy áttörése volt a gamingiparban. A gyümölcsöző együttműködés tehát egy felvásárlással folytatódott, viszont sajnos a Bullfrog bezárásával, vagyis beolvasztásával végződött. És bizony a 90-es és 2000-es évek elindították ennek a tendenciáját. Az EA felvásárolt egy céget, megszerezte a nála lévő játékok jogait, aztán szép lassan bezárták a stúdiót, az alkotókat besuvasztották valamelyik saját irodájukba, és aztán kiadtak egy lelketlen folytatást a sorozatból. Ez történt a Westwood Studios-el és az általuk fejlesztett Command & Conquer, illetve Red Alert szériával. Ez történt a Maxis-szel és a hozzájuk tartozó SimCity-vel és Sims sorozattal. Ez történt a Pandemic-kel és a náluk lévő zseniális sorozatokkal, a Star Wars Battlefront-tal, a The Saboteur-rel, stb. És igen, ez történt a LucasArts-szel és még iszonyú hosszú a lista ezekből a cégekből. Térjünk is át a lootboxokra és mikrotranszakciókra, ami a közhiedelem ellentétben nem a mobiljátékoktól és nem az Overwatch-tól indult, hanem bizony visszakövethető ehhez a céghez és annak egyetlen menedzseréhez. Ehhez vissza kell repülnünk 2007 márciusába, az akkor még külön játékként megjelentetett UEFA Champions League 2006-2007-hez. Ez volt ugyanis az első olyan focis játéka az EA-nek, ahol az Xbox 360 verzióhoz kitalálták, hogy mi lenne, ha lehetne a játékon belül focis kártyákat gyűjtögetni, és ebből teljesen egyedi csapatokat összerakni multiplayer játékhoz. Bizony, ez volt az eredete az Ultimate Team játékmódnak, és már itt megvolt minden, amire szükség volt. Voltak kártyacsomagok, amiben véletlenszerűen voltak szétszórva a lapok, elsősorban játékosokat, de stadionokat és egyebeket is tartalmaztak, így mindenki teljesen egyedi csapatot rakhatott össze. A játékmódot szerették a játékosok, így egyértelmű volt, hogy a következő UEFA játékba is bekerül majd, ám 2008-ra az EA nem akarta meghosszabbítani az UEFA licencet, így a sorozat hoppon maradt. Mindeközben a FIFA csapat épp valami újat akart beépíteni a játékban, ekkor merül fel az ötlet, hogy kerüljön be az Ultimate Team ebbe a sorozatba. Itt nagyon fontos megemlítenünk egy nevet, Andrew Wilsonét. A menedzsment ugyanis nem igazán látta a megtérülést az Ultimate Teamben, hogyha a fejlesztési időt elosztották a játék eladási számaival. Wilson volt az, aki megértette, hogy az Ultimate Team profitja a mikrotranszakciókból, a kártyacsomagok eladásából érkezik majd, és ezért beengedte a játékmódot a FIFA-ba. Mára pedig a FIFA Ultimate Team a játék legnagyobb módjával nőtte ki magát, és egyértelműen az egyik legjövedelmezőbb terméke az EA Sportsnak. És mi lett Wilsonnal? 2011-ben ő lett az EA Sports feje, 2014-ben pedig az egész EA vezérigazgatójává nevezték ki. És akkor már mindjárt nem csodálkozunk annyira, hogy innentől kezdve minden EA
NBA játék tele volt pakolva lootboxokkal. És hogy értsük, miért is annyira problémás a lootbox helyzet, nem mehetünk el a Star Wars Battlefront 2 mellett. Már említettük ugye, hogy az eredetileg Pandemic által fejlesztett Battlefront sorozat kapott egy a rajongók által erősen rossznak értékelt újraélesztést, amiben konkrétan megjelenéskor kevesebb anyag volt, mint az eredeti 2005-ös játékban. Így amikor bejelentették a Battlefront 2-t, baromi nagyok voltak az elvárások, de persze a hype is. Ugyanis az EA mindent megígért, amit a rajongók hiányoltak az első részből. Újra lesz egyjátékos kampány, visszatérnek az űrcsaták, három generáció Star Wars háborúit játszhatjuk majd le. A játék megjelent, és nem volt bugos, nem voltak problémák, mert mindenki majdnem fellélegzett. Csak ennyi gond volt. A multiplayer csaták közbeni hősöket csak és kizárólag lootboxokból lehetett megszerezni. Ezeket valós pénzért is meg lehetett vásárolni, de persze a játék közben szerzett pontokkal is. Igen ám, de valaki kiszámolta, hogy ahhoz, hogy Darth Vadert, a sztori legikonikusabb karakterét megszerezhessük, 80 óra gameplayre van szükség. Egyetlen karakterhez, úgy, hogy előtte teljes árat fizettél a játékért. Természetesen megteheted ugyanezt $80-oddal is, a $60-os alapdíj fölött. Érthető hát, hogy a játékosok borzasztóan kiakadtak. Fizetek egy Star Wars játékért, amiben játszhattak egy single player kampánnyal, ami jegyezzük meg mind a mai napig elég gyatra a személyes véleményem szerint, aztán multiplayerezhettek rohamosztagosokként, meg droidokként, meg lázadókként, de csupán ahhoz, hogy kipróbálhassák, milyen Luke Skywalkerrel, Han Solo-val vagy Darth Vaderrel harcolni, több száz órát kellett volna játszaniuk. Arról nem is beszélve, hogy maguk a képességek és a fejlődéshez szükséges új kártyák is ugyanezekben a lootboxokban voltak elrejtve, így effektíve pay to win volt a játék. Főleg, mivel online multiplayerről beszélünk. Persze az EA próbálta menteni a menthetőt, és egy felháborodott Reddit posztra megfogalmaztak egy választ, ami tartalmazta a híres mondatot. A célunk az, hogy a játékosokat elöntse a büszkeség és a jó teljesítmény öröme, ahogy feloldják az adott hősöket. A közösség olyannyira nem értékelte ezt a kamu marketing dumát, hogy ez a komment mind a mai napig a Reddit történelmének legtöbb negatív szavazattal ellátott kommentje, mínusz 668 ezer downvote-tal. Bár nem az EA volt az első, aki a fizetős DLC modellt használta, kétségkívül ők voltak azok, akik tökére fejlesztették a gusztustalanságát. Az eredeti Sims 2000-ben egy elképesztően meglepő siker volt. Eleinte a játékiparban nagyon kevesen látták benne a fantáziát, ám megjelenés után a játékosok nagyon rákaptak. És természetesen a játékmenet adta magát ahhoz, hogy több tartalom kerüljön bele. Így szép lassan újabb és újabb kiegészítők jelentek meg a játékhoz, és bár persze a kiegészítők, mint olyanok nem számítottak újdonságnak, korábban nem készültek ilyen mennyiségben. És ezek csak jöttek és jöttek, míg el nem jutottunk oda, hogy a Sims kezdett elavulttá válni, és elkészült a második rész. És hogy az első rész kiegészítőiből került-e tartalom az alapjátékhoz? Hát is. De ha valaki az összes kiegészítővel játszott, azok számára a Sims 2 lecsupaszítottnak tűnhetett a kiegészítők nélkül, de azért még mindig egy játszható verzió volt. Aztán telt múlt az idő, az EA bezáratta a játékokat eredetileg fejlesztő Maxis, és elkészült a Sims 4. Itt jött a legnagyobb felháborodás. A játék alapváltozata gyakorlatilag a végletekig ki volt zsigerelve, épp hogy csak a csontváza volt a Sims játéknak, és mindent, de tényleg szinte mindent utólag kellett hozzá megvásárolni. Tehát a $60-os játékhoz megveheted a 10 kiegészítőt, darabját $40, aztán a 9 darab game packet, darabját $20, és a 18 cucc pakkot $10. Azaz, ha teljes valójában szeretnéd élvezni a játékot, akkor csupán $820-odba kerül. És igen, vannak akciók, vannak összevont csomagok, stb., de ennek az összegnek még a fele, sőt a negyede is nevetséges ahhoz, hogy egy single player sandbox játékkal játszhass. És bizony, az ilyen nagyon csúcsra járatta ezt a modellt is, mint ahogy a lootboxokat is. Vegyük például a Mass Effect eredeti trilógia harmadik részét. Ebben ugyebár a végéhez közelít a Reaperekkel való konfliktus, és Shepardnek össze kell szedni az ellenállást, hogy egy utolsó csatában szembenézhessen a naprendszeren kívülről érkező gonosz űrhajókkal. Ebben társa lehet egy Prothean, a galaxisunk ősi lakóinak egyike, akiket annak idején ugyanez az invázió írtott ki. Javik egy érdekes perspektívát ad a történethez, és a Reaper háború végén bemutatja, hogyan nem tudott megbírkozni az ő civilizációjuk a konfliktussal. Ja várj, ez az egész történet csak egy fizetős DLC-ben elérhető. Ráadásul a kiegészítőt már az eredeti játék gyűjtői változatához is árulták, és gyakorlatilag a történet egy fontos kiegészítő elemét tették fizetős kiegészítővé. Tehát akkor így, ismerve az egész képet, tegyük fel még egyszer a kérdés. Volt-e valaha jó az EA? A cég alapításakor mindenképpen elmondhatjuk, hogy
Igen, volt jó. Trip Hawkins egyértelműen művészeti ágazatként értékelte a videójátékokat, és a célja az volt, hogy ezt átadhassa a vásárlóknak is. Az viszont már egy másik kérdés, hogy a dolog, ami miatt a legtöbben nem szeretik az EA-t, az pusztán az, hogy ők egy cég. Egy nagy cég. Sőt, az egyik legnagyobb cég a játékiparban. Ezért nyilvánvaló, hogy őket fogják a legtöbben utálni. Minden itt felsorolt dolog valójában csak azért van, mert az EA pénzt akar csinálni, és sokan úgy tesznek, mintha önmagában ezzel probléma lenne. Alapvetően pedig nincs. Ők egy cég, akik eleve abban voltak sikeresebbek a többieknél, hogy ügyesebben tudták megfogni a pénzt és még többet csinálni. Ettől függetlenül tény, hogy rengeteg olyan dolgot is csináltak, amik konkrétan beleférnek a téves reklámozásba. Például, hogy teljesnek mondanak egy játékot, ami valójában nem teljes. Vagy hogy azt mondják, sima játékkal is feloldhatók a karakterek, holott valójában nem reális elvárás 80 óra játék karakterenként. És bizony, ezekért megérdemlik az összes negatív megítélést, amit kapnak. Például, hogy kétszer is megválasztották őket Amerika legrosszabb cégének. És hogy van-e javulás? Amikor a stúdió kivéreztetésének vágyával illették őket, 2008-ban vezérigazgatót cseréltek, és az új vezérigazgató John Ricciatiello megfogadta, hogy mostantól jobban kezelik a felvásárolt cégeket és lassítják is ennek ütemét. Ebből a szempontból valóban érezhető javulás a múlthoz képest, bár egy kicsit szégyen volt a Visceral Games 2017-es bezárása. A DLC-k már kezdenek kicsit kimenni a divatból, a legnagyobb játékok még mindig csinálják, de már korán sem érzékelhető az a korábbi tendencia, hogy hiányzó részleteket adnának ki ilyen formában. A lootboxok meg, hát az ilyen jellegű mikrotranszakciók továbbra is a legfőbb bevételi forrásai a játékoknak, de szerencsére a legtöbb játékban csupán kozmetikai kiegészítőkre alkalmas. De azért a FIFA Ultimate Team még mindig pörög. Ti hogy vélekedtek az EA-ről? A videóban elhangzottak alapján szerintetek volt valaha jó cég, vagy szerintetek a kezdetektől fogva nem működött jól? Beszélgessünk róla a Discord szerverünkön. Ha pedig nem akartok lemaradni arról, amikor élőben játszom, vagy hülyeskedünk bármit, akkor ne felejtsetek el Twitch-en is bekövetni, ehhez mind találtok linkeket a leírásban. Ha tetszett a videó, sokat segít nekünk, ha ezt egy lájkkal is jelzed, és ne felejts el feliratkozni a csatornánkra, hogy ne maradj le a további tartalmainkról sem. A kis bevásárlókosár gombra kattintva eljuthatsz a webshopunkba is, ahol menő gaming perifériákat, gamer és e-sport merch-eket, és még csomó minden más hasznos holmit találsz. Várunk legközelebb is!